Dicsértessék a Jézus Krisztus! Excellenciás érsekatya, püspök urak, egyházmegyei képviselők, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket e helyről is. Juhász Barnabás vagyok, a Borsod megyei Helyi Bába község egyháztanácsának képviselője, egyúttal a helyi karitás csoport tagja, és ahogy Csizmadi atya felvezetőben mondta, a település ügyes-bajos dolgait 25 éve képviselem Helyi Bábán. Megtisztelő számomra a felkérés Árvai Ferenc főegyházmegyei karitás igazgató részéről, aki azt kérte tőlem néhány nappal ezelőtt, hogy röviden szóljak a főegyházmegyei karitás 2014. évi tevékenységéről, emellett pedig ismertessem annak a csoportnak a munkáját, amelyben én is dolgozom Helyi Bábán, karitás csoport munkájáról szóljak, illetve buzdítsam a jelenlévő egyház képviselőtesti tagokat, hogy településükön alakítsák meg a karitás csoportot. Mindenek előtt tehát a főegyházmegyei karitás tevékenységéről, de miután a rendelkezésemre álló idő meglehetősen kevés, ezért a főegyházmegyei karitás tevékenységéről csak néhány mondatban számolok be Önöknek. A karitás segítő tevékenységének a középpontjában természetesen a családok állnak. A katolikus egyház nevében tesszük a jót lehetőségünkhöz mérten, ezzel is jelezve azt, hogy az evangélium hirdetése mellett Jézus tanításának a megvalósításáról is gondoskodik az egyház. 2014-ben a főegyházmegyei karitás közel 120 ezer rászorulóval került kapcsolatba, összesen 39 ezer családnak segített 57 millió forint értékben. 842 család kapott krízis segélytámogatást, ennek az összege 33 millió forint volt. Az Egri főegyházmegye 60 plébániai karitás csoportja közel 8 millió 200 ezer forintot, 15 tonna élelmiszert és 35 tonna ruhát és bútort gyűjtött. Ez is jelzi, hogy a főegyház megyében él a karitás. És akkor a Helyi Bábai csoport munkájáról. Természetesen hozzánk is eljutott Krisztus üzenete, meghallottuk hívószavát, és községünkben 2010-ben megalapítottuk a karitás csoportot. A csoportnak 22 lelkes tagja van, a maga területén tagjaink hittel és szeretettel végzik munkájukat. Nem csak a vallásos embereken próbálunk segíteni, hanem célunk, hogy megpróbáljuk továbbítani mindenki számára Krisztus szeretetét. Tudjuk, hogy az adományok, segélyek, támogatások, agapék csak eszközök, melyek segítségével gyakoroljuk a cselekvő és szolgáló szeretetet. A karitás mindig embertől emberig segít. Többet szeretnénk tenni a személytelen csomagosztásnál. Igyekszünk szeretetet sugározni, formálni a szíveket, és ezáltal emberibbé tenni a közösséget. A segítség mindig egy személyes kapcsolat. Különös figyelemmel és szeretettel fordulunk a gyermekek felé, akik nyaranta gazdag programokkal, akik részére nyaranta gazdag programokkal hittantábort szervezünk. Óvodásaink és iskolásaink karácsonykor egy kis csomagnyi szeretetet kaptak a karitás csoporttól. Természetesen nem maradt el hálájuk, mosolygós szemekkel és betlehemes játékkal hálálták meg mindezt. A karitás tagok az iskolába is ellátogattak, süteményeik, pogácsáik a szeretet asztaláról gyorsan elfogytak. Az élelmiszer segélycsomagok és támogatások, önkormányzatok vagy adományok szétosztását mindig különös gonddal végeztük. Sajnos nem tudtunk annyit segíteni, amennyit szerettünk volna. Adományainkat minden esetben személyes látogatással összekötetve juttatjuk el a családoknak. Rendszeresen látogattuk beteg testvéreinket, kevéske örömet vittünk hétköznapjaikba. A csoport egyik legfőbb erőssége, hogy jó kapcsolatot ápolunk az önkormányzattal, nyugdíjas egyesülettel, a helyi civil szervezetekkel, a romák és nagycsaládosok szervezetével és más helyi szervezetekkel. Számíthatunk egymásra, részt veszünk közös rendezvényeken, erősítve egymást, hiszen célunk közös. Tehát elmondhatjuk, hogy mellettünk állnak tiszteletbeli karitásztagok is, akik adományaikkal, segítségükkel, anyagi eszközökkel támogatják csoportunk munkáját. Hagyományteremtő céllal rendeztük meg az idén is a második jótékonysági karitás bálunkat, amelynek sok támogatója volt, és a bevételét a szegény családok támogatására fordítjuk.
2013. augusztusában bekapcsolódtunk a Schönstatt mozgalomba, a Schönstatt zarándok szentét fogadtuk és megszerveztük, hogy a családok rendszeresen láthassák vendégül a szűzanyát. A templomunk megújult, a csoport tagjai adományokkal és munkájukkal is támogatták, és közös rendezvényeken vendégül látták a szomszédos egyházközségből érkező híveket is. A községi önkormányzat pályázat útján több alkalommal nyert tartós élelmiszert, melyet szintén a csoport tagjai segítségével osztottunk szét a rászoruló családok számára. A Főegyházmegyei Karitász az öngondoskodó háztartási program keretében lehetőséget biztosított 100 helyőbábai család részére konyhakerti vetőmagva kiosztására, amelyet a csoport tagjai szerveztek meg. A programban önkéntesen vehettek részt azok a családok, akik rászorulók és művelik kertjüket. A csoport munkát igyekszünk községünkben népszerűsíteni, munkánkról tájékoztatást adni, a támogatóink segítségét pedig minden esetben megköszönni. Azt gondolom, hogy erősségünk a lelkes tagok és a civil szervezetek összefogásában rejlik. Adományaink reményt adhatnak a reménytelenségben, kevéske örömet a hétköznapokban. Számot adva az elmúlt évről, hálát adunk Istennek, hogy segíthettünk, amit mi is úgy kaptunk, azt továbbadtuk, ám a szegények, a rászorulók öröme a mi örömünk is volt. Hálás szívvel mondunk köszönetet minden áldozatért, melyel adományozóink munkánkat támogatták. Köszönjük az önkéntesek értékes szabadidejét és minden munkatársunk feladatvállalását. Jó érzés és öröm ezen az úton közösen járni, higgyék el. Nem elég tudomásul venni, hogy sok családnak mindennapi gondjai vannak, nehéz, küzdelmes napokat élnek. Ma nem elég szemlélni a hátrányos helyzetben élők gyermekek sorsát, az egyedül küzdő beteg testvéreink hétköznapjait össze kell fognunk. Tennünk kell egymásért elkötelezettségből Krisztus szeretet parancsa szerint. Vegyük észre az utcán egyedül élő időseket, forduljunk figyelmes szeretettel egymás felé, és halmozottan hátrányos helyzetben élő gyermekek felé, adjunk jó szót egymásnak, tapasztaljuk meg, hogy szükségünk van egymásra. Kérjük a mennyei atyát, hogy minél többen legyenek, akik meghallgatják a kérést, a biztatást. A felebaráti szeretet minden egyes hívő ember feladata, és az egyház képviselők, az egyház közösségek feladata is. Erre a legalkalmasabb a Karitász. Erre a szolgálatra biztatom önöket. Alakítsák meg minél többen a Karitász csoportot egyházközségeikben. Munkálkodjunk közösen azért, hogy Isten szeretete kiáradjon a világban, és ezért önzetlenül tegyünk jót az emberekkel. Legyen a világ jobb és szebb e szolgálat által. Kívánom, hogy ebben a munkában kapjanak és találjanak kegyelmi örömöket. Isten áldása kíséri a Karitász munkáját, az önkéntesek életét. Caritas Christi urget nos. Krisztus szeretete sürget minket. Köszönöm, hogy meghallgattak. Isten áldja önöket.